Mozsár, mángorló, szódás szifon és petróleumlámpa. Ezekkel a régi eszközökkel a mai óvodások már egyre ritkábban találkozhatnak. Sőt, a vasalók sem így néznek ki a háztartásokban. A fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda Csillagvilág óvodai tagintézményében azonban közelről is megismerkedhettek ezekkel a gyerekek a múltunk és örökségünk elnevezésű projekt hét keretein belül. Az óvoda pedagógusok szerint a néphagyományhoz kapcsolódóan átélt tevékenységek a közös élmény erejével hatnak a gyerekekre, erősítik a közösséghez tartozás érzését. Lakatos Bertalan például az ősidőkre visszanyúló kosárkészítés folyamatát mutatta meg az óvisoknak, a bátrabbak pedig ki is próbálhatták. Ezt most leteszed, most te szólod. Na hol vesszük be? Nem ott. Egyel vissza. Nem ott. Itt. Átöl és itt behúzod. Itt. Igen. Most mind ezt mindig az utolsót. Ezt is be, itt húzod be, jó? Erős a vesző? Erős. Igen. A gyerekek eközben kukoricát csuhéztak és morzsoltak, majd népi játékokkal is megismerkedhettek. Nem csak a játékokban vettek részt örömmel a gyerekek, a 17 éves kokas banda muzsikája is elbűvölte az óvisokat.